Sziasztok, Bebe vagyok, nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit újra a csatornámon. A mai videóban egy nagyon finom őszies musztortát fogunk elkészíteni. A torta belseje egy nagyon kellemes almás, körtés, sós karamellás ízvirágot rejt, valamint kívül is igyekeztem, amennyire csak lehet ősziesen feldíszíteni. Ha kíváncsiak vagytok, hogy hogyan készült ez a torta, akkor feltétlenül maradjatok velem. Első lépésünk nem lesz más, mint a fűszeres, gyömbéres körtezselé elkészítése, ehhez összesen 150 g körtepürére lesz szükségünk. Nagyon fontos, hogy valahányszor gyümölcspürét készítünk, édes, érett, jó ízű gyümölcsöket válasszunk. A körtepüré mellett szükségünk lesz még 5 g zselatinra 6-szoros mennyiségű hideg vízben, 5 g kukorica keményítőre szintén pici hideg vízben feloldva, 15 g fehér csokoládéra, valamint fűszerekre, fahéj, szerecsendió, egy icipici gyömbér, valamint egy kis vanília kivonat is kerül bele. A körtepürét a fűszerekkel felforralom, ezután a pici hideg vízben elkevert kukorica keményítővel egyszerűen besűrítem, majd a zselatint fogja ennél még jobban összetartani. De mivel kukorica keményítőt is adunk hozzá, nagyon jó kis krémes textúrája lesz. Amint felfort és egy picit jobban besűrűsödött, hozzáadom a fehér csokoládét, ez majd szépen beleolvad, valamint a megduzzasztott zselatint. Nagyon alaposan elkeverem és kiöntöm a formába. Ez a kis forma, amiben a betétet kifagyasztom, ez 16 cm átmérőjű. Kisebb kell legyen, mivel a tortánk átmérője 18 cm. Miután szobahőmérsékletűre hűlt, már tehetjük is a fagyasztóba, és elkészítjük a következő réteget. A következő rétegünk egy karamellás alma kompót lesz, ehhez először is 80 g cukrot egy lábasban megolvasztok. Szükségünk lesz még ezen kívül 70 g almára, amit felkockáztam, valamint 60 g almapürére. Én most ezt az Aldis cukormentes almapürét használtam, ez egy nagyon jó kis találmány, mindig van itthon a hűtőben. Ezen kívül kelleni fog még hozzá 5 g zselatin 6-szoros mennyiségű hideg vízben feldúzzasztva. Amikor a cukor teljesen megolvat, jöhetnek hozzá az almakockák, egy picit kevergessük át, majd adjuk hozzá az almapürét is. Egy kevés fahéjat adhatunk hozzá, de mivel az előző rétegünk nagyon jó fűszeres, itt most nem kell túlzásba esni. Körülbelül 4 percen keresztül főztem ezt a keveréket, nem szerettem volna, hogy az alma túlságosan szétfőjön benne, viszont kell neki egy kis idő, hogy megkapja a megfelelő állagot. Tűzről levéve hozzáadom a duzzasztott zselatint, ezután pedig az egészet a fagyott körtezselére simítom. Hagyom kihűlni, ezután pedig jöhet a fagyasztó. A tortánk alapja egy egyszerű mandulás piskóta lesz, ehhez a következőkre lesz szükségünk, 2 tojás már ketté választva, 40 g vaj, 70 g kristálycukor, 30 g búzafinomliszt és 40 g őrölt mandula. Természetesen ide is mehet egy kevés vanília kivonat, ez semmit nem fog elrontani. A kristálycukor felét elkeverem a tojás sárgájával és a vanília kivonattal. A tojás fehérjéből és a cukor másik feléből egy lágy habot verek, ezt most hozzáadom a tojás sárgájás masszához, óvatosan elkeverem. Jöhetnek hozzá száraz hozzávalók, átszitálva természetesen, valamint végezetül az olvasztott vaj. A masszát egy teflonlapra simítom, sima sütőpapírral is lehet dolgozni, annyi a lényeg, hogy nagyjából simítjuk el, bőven fog maradni belőle, de azt el lehet mindig rakni kis monodesszertek készítéséhez, de akár el is lehet fogyasztani, mert elképesztően finom. Sütés előtt még néhány fehér csokoládé cseppel megsztortam, ez nagyon finom extra ropogóságot fog majd adni neki. 180 fokon sütöttem, körülbelül 12 percen keresztül. Ezután elővettem egy tortakarikát, amit megfelelő méretűre állítottam be, és ezzel szúrtam ki a még meleg piskót alapot. Következő lépésünk a sós karamell elkészítése lesz. Nem mindenki szereti a sós karamellt, lehet sima karamellel is dolgozni, akkor a sót hagyjátok ki, vagy csak egy nagyon-nagyon picit tegyetek bele. Először is felvertem 2 deci zsíros habtejszínt, ezt félre is tettem, érdemes ilyenkor hűtőbe tenni, még várja a sorát. Ezen kívül szükségünk lesz 60 g kristálycukorra, 80 g fehér csokoládéra, 7 g zselatinra, 6-szoros mennyiségű vízben feldúzzasztva, 60 g habtejszínre, ezt a karamellhez adjuk majd, körülbelül 5 g vajra, valamint egy fél teáskanálnyi sóra. Először is megolvasztjuk a kristálycukrot, és amikor már teljesen megolvadt és szép borostyán színe van, hozzáöntjük a meleg tejszínt, amit ugye erre a célra mértünk ki külön. 1-2 percen keresztül főzzük, adjuk hozzá a sót, és egy picit tegyük félre. A fehér csokoládét tegyük egy magas pohárba, majd öntjük rá a karamellás alapot, ezután pedig jöhet hozzá a duzzasztott zselatin. Pótmixerrel egyneműsítjük, majd a végén adjuk hozzá a vajat, és még egyszer turmixoljuk át.
Most pedig elővehetjük a felvert tejszínt a hűtőből, több részletben adagoljuk hozzá ehhez a langyos karamellás alaphoz. Megvagyunk minden elemmel, nem maradt más hátra, mint a torta összeállítása. Előkerült ugye a 18 cm-es szilikomárt univerzó formám, a mousse felét beleöntöm, és pár percre fagyasztóba teszem, nehogy véletlenül lesüllyedjen a betét. Ezután kihámozom a szilikon formából a dupla betétet, és teljesen ledöbbenek, hiszen pontosan ugyanolyan színe van a körte rétegnek, mint amilyen a karamell, és ez mindig a rémámom, ezt nem szeretem, mert akkor nem látszik az a különálló réteg, ezért gyorsan megkentem egy kis natur török mogyoró pasztával, ami nagyon-nagyon jó ötlet volt. Ez a kis trükk nem csak az ízét dobta meg nagyon-nagyon ennek a tortának, hanem a vágási felülete is sokkal szebb lett azáltal, hogy ez a krémes kis paszta szépen kifolyik a közepéből, szerintem nagyon jó ötlet volt. Próbáljátok ki ti is, de akár el is hagyhatjátok ezt a részt. A kifagyasztott betétet ráhelyezem a muszra, ezután jöhet a musz másik fele, végezetül pedig az egészet a mandulás fehér csokoládés piskótával zárom. Mehet a torta a fagyasztóba pihenni legalább 8 órát. A videó elején biztosan feltűntek nektek azok a szép színes, ropogós kis levelek, amivel a tortát díszítettem, most megmutatom, hogy hogyan készül ez a tűj. Az elkészítése elképesztően egyszerű, már szerintem volt egy régebbi videóban, csak ott serpenyőben sütöttem meg, most pedig szilikon formában fogom. Először is veszek egy tojásfehérjét, ami körülbelül 40 g, ugyanannyi olvasztott vajra, ugyanannyi lisztre és ugyanannyi porcukorra lesz szükségünk. Tehát, ha ti egy kisebb méretű 32 g-os tojásfehérjével dolgoztok, értelemszerűen minden hozzávalót ahhoz mértek. Először is a tojásfehérjét elkeverem a porcukorral, jöhet hozzá a liszt, végezetül pedig az olvasztott vaj. Ennyire egyszerű, kész is a tésztánk, lehet színezni. Három részre osztottam a masztát, majd fraktál ételfesték gélekkel színeztem, sárga, barna, valamint piros színűre. Ahhoz, hogy ilyen szép formás kis leveleink legyenek, természetesen egy szilikon formára lesz szükségünk, ami kifejezetten ezt a célt szolgálja. Ez a forma egyébként a szilikomár terméke, a sütisdoboz torta dekorációboltól kaptam tesztelésre, ajándékba, egy kis kreatívkodáshoz, úgyhogy én most ezt használtam, nagyon könnyű vele dolgozni, könnyű tisztítani is. Először a sárga masszával kezdtem el dolgozni, de rájöttem, hogy talán szebb lesz, hogyha keverem ezt a három színt, a természetben is gyakrabban fordul elő a több színű levél, úgyhogy egy kártya segítségével lehúztam a fölösleget. Előmelegített sütőben 180 fokon 5 percen keresztül sütöttem. Egyébként ehhez a tűj készítéshez nagyon nagy segítségemre szolgált egy külföldi YouTube videó, belinkelem nektek a videó leírásába. El is készültek a szépséges, ropogós, illatos kis levelek, nagyon-nagyon óvatosan vegyük le őket a formáról, és lehetőleg tegyük valami henger alakúra, hogy azon száradjon, keményedjen meg. Én az enyémet egy tekercs alufóliára tettem, hogy egy kis ívet kapjon, 1-2 perc alatt el is nyeri végső formáját. Elkészültek a levelek, érdemes őket jól záródó dobozban tartani, mert könnyen megszívják magukat nedvességgel, és akkor már nem lesznek ropogósak. Természetesen a külsejükön ez mit sem változtat. Térjünk vissza a tortához, eltelt ugye egy éjszaka, lehámozom szépen az univerzó formát a tortáról, ezután pedig jöhet egy kis bársonyfújás. De előtte előkészítek egy kis tükörglazúrt, mert ezt is szeretnék majd önteni a bársonnyal lefújt tortára. Egy forgatható tortaállványt egy dobozba teszek, erre jöhet egy kisebb tányér, majd ráhelyezem a fagyott tortát, amit épp csak kivettem a fagyasztóból, és néhány mozdulattal felviszem a tortára a tejcsokoládé ízű bársonysprét. Gyorsan öntök rá egy kevés tükörglazúrt, ezután pedig fagyasztóba teszem 5 percre. A fagyasztóba téve rögtön elnyeri a végső alakját, tehát már nem fog sehová folyni a glazúr, ez egy nagyon gyors és egyszerű megoldás arra, hogy tényleg fixáljuk azt a dekort a tortán. Most jöhet néhány makaron, ezek ilyen kisebb méretűek, egyébként kávés ízesítésűek, még egy régebbi projektről maradtak, de szerintem nagyon jól passzol a tortához. Végül pedig felviszem ezeket a kis színes, ropogós leveleket. El is készült a finom őszies tortánk, osztatlan sikert aratott, nagyon-nagyon-nagyon finom. Ha szeretitek ezeket az őszi gyümölcsöket, az édes ízeket, ami ugye a karamell, mellette megjelenik ez a török mogyoró paszta, ami valami őrülten finommá tette ezt a tortát. Mindenféleképpen próbáljátok ki,
Remélem tetszett a videó, ha így van, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem tettétek meg. További szép napot és sok sikert kívánok nektek, hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!